Tudod-e? Tudod-e, miért világítanak a Szent János bogarak? Biztosan te is észrevetted már, hogy meleg júniusi éjszakákon kis lámpások repkednek a mezőn vagy a kertetekben. Vajon mik lehetnek ezek az apró fénylő pontocskák? Ezek a Szent János bogarak. A Szent János bogarak a lágy szárnyúak közé tartoznak apró, egy-két centiméteres, szürkés barna rovarok, melyek Európában mindenhol megtalálhatóak. Vajon hogyan tudnak világítani a Szent János bogarak? A Szent János bogarak potrohának végét üvegszerűen átlátszó kutikula, azaz vázborítja, mely alatt sok világító sejt található. Ezek olyan fénykibocsájtó vegyületeket Luciferin és luciferázt állítanak elő, melyek fénye éjszaka jól látható. Érdekes, hogy ezeket a világító fényeket kibocsátó vegyületeket a Szent János bogarak mellett a sorozatokból is jól ismert igazságügyi orvos szakértők is használják. Ha egy felületet bepermeteznek ezekkel az anyagokkal, az anyag világítani kezd ott, ahol élő sejtek találhatóak. A levegőben repülni csak a Szent János bogarak hímjeit láthatjuk. A nőstények nem tudnak repülni, mivel nincsen szárnyuk. A hímek júniusban, párzási időszakban ide-oda röpködve, lámpásukat kibekapcsolgatva fényjeleket adnak le. Így próbálnak maguknak párt találni. A nőstények, ha felismerik a villogás mintázatot, válaszolnak a hímeknek. Vannak olyan rabló Szent János bogarak, melyek nőstényei más Szent János bogarak fényjelzéseit utánozva magukhoz csalogatják azok hímjeit és megeszik őket. Vajon felforrósodnak a világító Szent János bogarak, miközben világítanak? A hagyományos villanykörte a világítás során felmelegszik, mert a fényt egy fémszár izzításával, melegítésével állítja elő, és energiájának 90%-át hőformájában adja le. A Szent János bogarak viszont hideg fényt állítanak elő. Ezt a jelenséget biolumineszenciának nevezzük. E folyamat során a Szent János bogarak képesek akár energiájuk 98%-át is fényként kibocsájtani, és csak igen kevés veszik el belőle hőformájában. Ez a pici hőenergia pedig nem forrósítja fel a rovar testét. Más állatok is tudnak világítani? Elsősorban a tengerekben élnek olyan állatok, melyek képesek fényt kibocsátani leggyakrabban a különböző egysejtűek termelnek fényt. A karib tengeren egyes öblökben rengeteg ilyen egysejtű él. Különleges élmény látni, ahogy a sötétben úszó ember teste körül fényleni, világítani kezd a víz. A világító állatoknak a fénykeltéssel több céljuk lehet. Van közöttük olyan, mely mint a Szent János bogár, a párkeresésben használja ezt a képességet. Van, amelyik ezzel védekezik, és így ijeszti el az őt megtámadó ragadozót. Olyan világító állat is van, amelyik a táplálékául szolgáló zsákmányállatot csalogatja oda fényével. Ezek közé tartozik a vörös tengerben élő laternahal is. E hal saját maga valójában nem is képes fényt kelteni. De a szeme alatti fényszervében olyan baktériumok élnek, melyek megteszik ezt helyette, cserében a haláltal biztosított táplálékért. Bár a laternahal nem tudja kikapcsolni ezt a fényt, egy szemhéhoz hasonló bőrredő segítségével mégis szabályozhatja a fény erejét. Az így keltett villogó jelek segítségével csalogatja magához táplálékát. Köszönöm, Olvasás Varázsbetű: www.varázsbetű.hu